Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici a semmi kellős közepéből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én itt vagyok a semmi kellős közepén, méghozzá a Zöldkereszt túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor én a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogom tovább folytatni az én kis sétámat, tartsatok velem a továbbiakban is, de még mielőtt folytatnám tovább arrafelé a sétámat, megmutatom néktek konkrétan, hogy az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem, ez következik most. És akkor, ahogy mondtam az előzőjekben, megmutatom néktek konkrétan, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, tulajdonképpen. És akkor íme, hát én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem, arra felé van a Nosztoria autós pihenő, hiszen ezt az egész sétát, ugye, én az ezt megelőző videómban a Nosztoria autós pihenőtől indítottam el, de nézzétek meg az ezt megelőző videót is, és akkor fogjátok tudni tulajdonképpen, hogy miről is dumálok. Tehát abban az irányban van a Nosztoria autós pihenő, én abból az irányból érkeztem, így hát én a továbbiakban nem arrafelé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis sétámat, itt a Zöldkereszt túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is. És így néz ki a közvetlen környezet. Szerintem nagyon szép kis környezetben vagyok, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor én szépen a továbbiakban arra felé fogok haladni. Tartsatok velem! És én már folytatom is tovább az én kis sétámat konkrétan, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. És akkor folytatom tovább a én kis sétámat, jelen esetben még a Zöldkereszt túraútvonalon, tehát jelen esetben még a Zöldkereszt túraútvonalon haladok, hiszen az ezt megelőző videómban is a Zöldkereszt túraútvonalon haladtam, de ahogy mondottam az előzőjekben, nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat, itt a gyönyörű szép zöld erdőben, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg nagyon szép az erdő, amikor már így ki van zöldelve. Még nekem az erdő minden évszakba tetszik, tehát én már csak olyan fazon vagyok, akinek az erdő tulajdonképpen minden évszakban tetszik. Az tök mindegy, hogy most melyik évszak, de azért maradjunk annyiban, hogy ez a május, tehát azért az erdő mégiscsak ilyenkor a szép, a legszebb, ilyenkor májusban. Na meg ugye persze, ugye októberben, amikor ugye elkezdenek a falevelek elsárgulni, illetve meg akkor aztán van ezer fajta különböző szín az erdők területén, ugye az őszi évszakban, mondjuk az is nagyon szép, mert ősszel is nagyon szeretek az erdőbe bóklászni, pont ugye a színek véget, ugye olyankor van zöld, sárga, barna, meg a vörösnek mindenféle árnyalata, de most így májusban se, így májusban is gyönyörű szép az erdő, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább, itt a Zöldkereszt túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok itt a Zöldkereszten, most még a Zöldkereszten, de ez nem sokára meg fog változni,
mert ezt a Zöldkereszt túraútvonalat el fogom majd hagyni, tehát le fogok térni erről a Zöldkereszt túraútvonalról, és rá fogok térni a zöld lő betű túraútvonalra, és azon fogok majd bóklászni egy kicsit, és utána azt is magam mögött fogom hagyni, és majd rá fogok térni a zöld sáv túraútvonalra, méghozzá arra a zöld sáv túraútvonalra, ami konkrétan Lovastól halad egészen Nemesvámosig, tehát arra a zöld sáv túraútvonalra fogok majd rátérni, de hát ez majd valamelyik következő videóban lesz, az biztos, hogy nem ebben a videóban, hanem majd valamelyik következőben. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladok tovább, most még a Zöldkereszt túraútvonalon, aminek mindjárt meg is tudom mutatni a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen fel van festve elég gyakran, és elég jó fel van tüntetve maga ez a Zöldkereszt túraútvonal, amelyről egyébként azt kell tudni, hogy konkrétan elindul a Nosztori autós pihenőtől, és végül beletorkolódik a zöld sáv túraútvonalba, méghozzá abba a zöld sáv túraútvonalba, ami konkrétan Balatonfürettől vezet Hidegkútig. És akkor itt szépen haladok a Zöldkereszt túraútvonalon, a továbbiakban is, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, aminek, ahogy mondottam a előzőjekben, mindjárt meg is tudom mutatni a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen nagyon jó fel van tüntetve ez a bizonyos Zöldkereszt túraútvonal, mert tényleg nagyon jó fel van tüntetve, hogy szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételem. Itt majd egy kicsit be kell menjek a dzsindzsába. Hát inkább nem megyek be a dzsindzsába, mert azért nagyon bent van ez a turista jelzés. És akkor szépen haladok tovább inkább. Hát majd mindjárt megmutatom nektek egy következő alkalommal. Méghozzá jön is az útelágazás, amiről beszéltem, hogy majd ennél az útelágazásnál fogom szépen magam mögött hagyni a Zöldkereszt túraútvonalat. Tehát most jön majd a útelágazás, ahol a Zöldkereszt túraútvonalat szépen majd magam mögött fogom hagyni, és rá fogok térni a zöld lő betű túraútvonalra, és majd azon fogok haladni egy kicsit, egészen a zöld sávig, és majd a zöld sávon fogok bóklászni egészen Nemesvámosig, de hát ez majd még a jövő zenéje, illetve valamelyik következő videókban lesz ez majd, nem ebben a videóban. És akkor itt jön mindjárt a útelágazás, amit mindjárt meg is tudok nektek mutatni, mert ténylegesen is itt jön az útelágazás. Ugye itt van egy Y, ahogy látható ezen a felvételen. Ha abba az irányba haladnánk, akkor eljutnánk Hidegkút felé, illetve Hidegkút irányába jutnánk, hogyha abba az irányba jutnánk, abba az irányba folytatnám a sétámat, de viszont én arra felé fogom folytatni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor itt van, amit mindjárt meg tudok nektek mutatni, hogy miről is beszélek, hogy most fogom majd magam mögött hagyni a Zöldkereszt túraútvonalat. Ezt itt mindjárt meg is tudom nektek mutatni, hiszen itt van a jelzés. Íme lányok és fiúk, itt van a Zöldkereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és itt ugye, hogyha itt ugye a Zöldkereszt túraútvonal az elkanyarodik balra, ahogy látható ezen a felvételen, tehát idáig a Zöldkereszt túraútvonalon jöttem, tehát idáig ezen a Zöldkereszt túraútvonalon jöttem, de innentől kezdve ezen a túraútvonalon fogok haladni tovább, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, tehát ezen fogok haladni a továbbiakban, tehát ezen folytatom az én kis sétámat, és szépen itt magam mögött fogom hagyni a Zöldkereszt túraútvonalat, amelyről egyébként azt kell tudni, hogy ez a Zöldkereszt túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, ez ugye a Nosztori autós pihenőtől indul ki,
és végül beletorkolódik a zöldsáv túraútvonalba. Méghozzá abba a zöldsáv túraútvonalba torkolódik bele ez a zöldkereszt túraútvonal, ami konkrétan Balatonfürettől vezet a vasútállomástól, egészen Hidegkúton át, Balatonszőlősön át, egészen Aszófőig, tehát abba torkolódik bele ez a zöld kereszt túraútvonal, amit most én szépen magam mögött is fogok hagyni, mivel hogy én a továbbiakban nem ezen a zöld kereszt túraútvonalon fogok haladni, hanem én a továbbiakban konkrétan ezen a túraútvonalon fogok haladni, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tehát én ezen fogok haladni a továbbiakban. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor itt szépen le is elköszönünk a zöldkereszt túraútvonaltól. Amúgy a zöldkereszt túraútvonal az abba az irányba halad, tehát abba az irányba halad a zöldkereszt túraútvonal, arra felé van Balatonfüred, illetve Hidegkút is arra felé van, tehát abba az irányba halad a zöldkereszt túraútvonal, én pedig konkrétan, ugye, onnan jövök, tehát abból az irányból jövök, arra felé van a Nosztori autós pihenő, tehát abba az irányba van a Nosztori autós pihenő, én abból az irányból jövök, és én a továbbiakban mutatom, hogy merre felé fogok haladni, én a továbbiakban konkrétan arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba folytatom tovább a sétámat, haladok arra tovább, Veszprém-Fajsz irányába, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor szépen haladok tovább arra felé, Veszprém-Fajsz irányába, tartsatok velem. És én már haladok is tovább ebből a sétával, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább az én kis sétámat tulajdonképpen. Ugye rátértem erre a zöld lő betű túraútvonalra, ami egyébként egy baromi rövid túraútvonal, mert tényleg baromi rövid. Hát mindjárt vége is lesz konkrétan, hisz beletorkolódik majd ez a zöld löbetű túraútvonal a zöldsáv túraútvonalba, méghozzá abba a zöldsáv túraútvonalba fog beletorkolódni, amely konkrétan Lovasról indul a templomtértől, a református templom elől, és halad egészen Nemesvámosig, közben érinti ugye Felsőőrst, illetve Veszprém-Fajszt is érinti, az a zöldsáv túraútvonal, ahova éppen most én is igyekszek tulajdonképpen. És akkor szépen haladok tovább ebből a sétával. Hát ezen a útszakaszon már voltam egy alkalommal, tehát errefelé már jártam korábban, tehát nem ismeretlen nekem a terület, egyáltalán nem ismeretlen. Hát majd Veszprém-Fajsz után ott majd azért ismeretlen lesz nekem a terület, hiszen ott még nem nagyon jártam, Veszprém-Fajsz után. Tehát most majd a mai napon arra is sor kerül, hogy Veszprém-Fajsztól be fogom járni a zöldsáv túraútvonalat egészen Nemesvámosig. De hát ugye, ahogy mondottam, ez a jövő zenéje, de ennek a mai napon ezt mindenképp meg szeretném majd oldani, illetve véghez szeretném vinni. És akkor szépen haladok tovább. Folytatom tovább a én kis sétámat itt az erdőben, ahogy látható ezen a felvételen. Amúgy nagyon szép ez az erdő, gyerekek, baromi szép. Én meg egyébként is imádom az ilyen területeket, tehát imádok így erdőben bóklászni. Nekem aztán mindegy, csak erdő legyen. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladok tovább ezen a felvételen, ahogy látható. Szépen haladok itt a zöld löbetű jelzésen, mert most valójában a zöld löbetű jelzésen haladok, amit ugye láthattatok az előzőekben, hiszen megmutattam. És azt hiszem, majd nem sokára vége is lesz ennek a zöld löbetű turista útvonalnak, mert majd bele fog torkolódni a zöldsáv túraútvonalba, és természetesen majd én is a zöldsávon fogom folytatni az én kis sétámat. És
És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat. Hát a környezet az eléggé érdekes. Ilyen bokros rész, bozótos rész. Aztán tényleg ilyen bozótosok vannak, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább ebből a sétával, ezen a bizonyos zöld lő betű túraútvonalon. Ja, igen, itt haladok a zöld lő betű túraútvonalon. És akkor szépen haladok tovább. Hát errefelé jártam már korábban, mert jártam már errefelé korábban, tehát nem ez az első alkalom, hogy itt járok. Most jobbra kell egy kicsit kanyarodni. Igen, jobbra. Itt szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hú, gyerekek, micsoda hely ez itten. Wow. Hát érdekes. Hát ilyen bokros rész ez itten inkább. Ilyen bozótos tulajdonképpen. Ilyen cserjés, ahogy látható ezen a felvételen. Ja, ilyen jó cserjés terület ez itten. Viszont ez a napsütés tök jó, hála Istennek, hogy napsütésben kirándulok. Hát ilyen, nem is tudom mikor volt utoljára, amikor így napsütésbe kirándultam, illetve túráztam, tehát ilyen nem is tudom mikor volt már utoljára, mert múlt héten, ugye amikor múlt héten is túráztam, mert ugye múlt héten is túráztam, ezt nagyon jól tudjátok, hiszen azok a videók már fönn vannak a én kis YouTube csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, amelyeket a múlt hét végén készítettem, hiszen azokat a videókat én már a hét elején föltöltöttem az én kis YouTube csatornámra, tehát konkrétan már réges-rég megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon, a múlt hét végén készült videók, és ugye akkor nem volt ilyen jó idő, mint most, mert akkor ugye ilyen borongós, esőre álló idő volt, sőt, vasárnap némi esőbe is sétáltam, mert azért vasárnap ugye volt olyan, hogy ugye esőbe kellett sétáljak, legalábbis szemerkélő esőbe, de hát ha megnézitek azokat a videókat, ott az teljesen egyértelműen látható, hogy bizony-bizony, hogy ugye a múlt héten nem a legjobb időjárás volt, így a túrázás szempontjából, de viszont ezen a mai napon, ezen a szombati napon viszont tök jó idő van, mert tényleg baromi jó idő van. Én meg szeretem ugye az ilyen jó időt, mert ugye másabb ilyen időben túrázni, mint amikor attól kell tartani, hogy bármikor neki eredhet az eső. Hát most ugye ez a veszély, ez most nem fenyeget, mert láthassátok, ezen a felvételen, hogy ragyogó kék égbolt, ahogy látható ezen a felvételen, és süt a nap hét ágra, és van némi szél is, ami most különösen jó is esik, pedig ezért a szélén nem nagyon szoktam örülni, de most ez valahogy most jó esik. Na. És akkor innentől kezdve már rá is tértünk a zöld sáv túraútvonalra, és a zöld löbetű túraútvonal konkrétan ezen a helyszínen ér véget, tehát itt ér véget a zöld löbetű túraútvonal, és innentől kezdve már a zöld sáv túraútvonalon haladok, egészen Nemesvámosig, ezen a zöld sáv túraútvonalon fogok haladni, lányok és fiúk, tartsatok velem a továbbiakban is, hogyha úgy gondoljátok, tehát tartsatok velem a továbbiakban is, és akkor innentől kezdve már a zöld sáv túraútvonalon haladok, méghozzá azon a zöld sáv túraútvonalon, ami konkrétan
lovasról indul ki a templomtértől, a református templom elől, és tart egészen Nemesvámosig, közben érinti Felsőőrst, illetve Veszprém Fajszt is. Na ugye az az a szakasz, amit bejártam, tehát ennek a zöldsáv túraútvonalnak ugye a lovastól Veszprém Fajszig tartó szakaszát már bejártam, de viszont a Veszprém Fajsztól Nemesvámosig tartó szakaszát még nem jártam be ennek a zöldsáv túraútvonalnak. Hát a mai napon erre is sor fog kerülni, hisz azért is vagyok itt tulajdonképpen, mert tényleg azért vagyok itt, hogy bejárjam a mai napon, ezen a szombati napon a zöldsáv túraútvonalnak a hátralévő szakaszát is, ami konkrétan Veszprém Fajsztól halad egészen Nemesvámosig, tehát azt a szakaszát fogom ma bejárni ennek a zöldsáv túraútvonalnak, hiszen ugye korábban már ennek a zöldsáv túraútvonalnak én már bejártam a lovastól tartó szakaszát egészen Veszprém Fajszig, tehát azt a szakaszt már bejártam. Hát most valójában egy kicsit most ez a szakasz, ahol most éppen bóklászok, ugye itt már korábban jártam, sőt, erről a szakaszról van is videó az én kis YouTube csatornámon, tehát nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább itt a zöldsávon, most már. Szépen ezen a zöldsáv túraútvonalon fogok haladni most már mindvégig, egészen Nemesvámosig. Tehát a mai napon ez szerintem ez meg lesz csinálva, tehát a mai napon ez teljesítve lesz, szinte 100% biztos, hogy a mai napon teljesíteni fogom ezt a zöldsáv túraútvonalnak ezen szakaszát, ami még vissza van, és akkor egy újabb túraútvonalat kipipálhatok, mert egy újabbat kipipálhatok ezáltal majd, de hát ez még egy kicsit a jövő zenéje, hiszen még nem tartok Nemesvámoson, sőt még Veszprém Fajszon se tartok, de közeledek Veszprém Fajsz irányába ezen a bizonyos zöldsáv túraútvonalon, aminek mindjárt meg is mutatom a teljesen egyértelmű jelzését, mert azért ugye, hogy elhiggyétek, hogy bizony-bizony én itt vagyok a zöldsávon, ezt mindjárt meg is mutatom nektek, mert tényleg itt vagyok már a zöldsáv túraútvonalon, így szépen meg is tudom nektek mutatni, mindjárt, pillanatokon belül. Amúgy nagyon jó időnk van, hála Istennek, tehát tényleg nagyon jó időnk van. És akkor itt van, amiről beszéltem, a zöldsáv túraútvonalnak a jelzése. Én ugye a továbbiabban arrafelé fogok haladni, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban. És akkor itt van a zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, ahogy látható ezen a felvételen. És a továbbiakban ezen a zöldsáv túraútvonalon fogok haladni, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább ezen a zöldsáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Akkor haladok tovább arra felé, tehát abba az irányba folytatom tovább a sétát. És akkor itt folytatom is tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos zöld sáv túraútvonalon. Most már ugye valójában a zöld sávon vagyok, méghozzá a Felsőőrs és Veszprém Fajsz közti szakaszán vagyok a zöld sáv túraútvonalnak ebben a pillanatban, és ugye ez az a vonal, ez az a szakasz, amit én már korábban ugye bejártam, ugye Veszprém Fajszig, de nézzétek meg azokat a videókat is. Azt hiszem még valamikor a télen készítettem azokat a videókat, ha jól emlékszem. Tehát azokat még valamikor a télen készítettem. Ja, ha jól emlékszem, igen, akkor még tél volt, ha jól rémlik, amikor utoljára itt jártam. Hát azóta ugye kitavaszodott, sőt, mindjárt már nyár van, hiszen már május van,
amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor is készült ez az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. És akkor szépen haladok tovább itt a zöld sávon, Veszprémfajsz irányába, mert jelen esetben Veszprémfajsz irányába haladok. Hát a mai napra ugye ezt találtam ki magamnak erre a szombati napra, ám bár szemeztem egy másik útvonallal is, méghozzá egy piros sáv túraútvonallal is szemeztem én erre a szombati napra, de hát ugye azt elhalasztottam majd egy későbbi időpontra, azt majd egy későbbi alkalommal fogom bejárni, azt a piros sávot, amit ugye a mai napra is elképzelésemben volt, de végül is meggyőztem magamat, hogy inkább járjam be ezt a útvonalat, amit most járok. Na, jányok és fiúk, akkor haladok tovább. Itt a zöld sáv túra útvonalon, méghozzá Felsőőrs és Veszprémfajsz között jelen esetben. Lányok és fiúk, szépen haladok itt a zöld sávon. És most már ezen a zöld sáv túra útvonalon fogok mindvégig haladni, egészen Nemesvámosig. Ezen a zöld sávon fogok haladni, tehát erről már nem fogok letérni, mint ahogy az előzőjekről letértem. Tehát erről a túraútvonalról már nem fogok letérni, hanem szépen ezen fogok mindvégig bóklászni, mindaddig, amíg nem érkezek majd meg Nemesvámosra. Na, jányok és fiúk, akkor szépen haladok tovább. Ezt nézzétek, micsoda sártenger, tele van vaddisznónyommal. Sártenger, ahogy látható ezen a felvételen, micsoda sártenger van itten. Ott van benne a vaddisznónyom is. Tehát igen, van itt egy vaddisznó, jócskán. Ja, ez vaddisznónyom. Na, jányok és fiúk, szépen haladok tovább. Most már a zöld sávon. És valójában már ezen a zöld sáv túraútvonalon fogok mindvégig haladni. Egészen Nemesvámosig. Hú, gyerekek, egyre jobb az idő. Tök jó időnk van, hála Istennek. Nagyszerű az időjárás. Már épp időszerű volt, hogy ilyen szép időbe túrázzak. Mert épp időszerű volt. Hát lányok és fiúk, az időjárás nagyszerű, ahogy látható ezen a felvételen. Mert tényleg nagyszerű időjárásunk van. Időjárás fogtam ki erre a szombati napra, erre a kis sétára, illetve túrára. Mert tényleg nagyszerű időt fogtam ki, ahogy látható ezen a felvételen. Hú, és akkor szépen haladok tovább.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, mivel hogy ez a videó most már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Hamarosan folytatom én ezt a sétát egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is, mivel hogy én ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Tartsatok velem egy következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Veszprémfajsz határából, a Zöldsáv túraútvonalról. Sziasztok!